nem fellebbezett, elfogadta a bíróság döntését a fővárosi főügyészség Kaleta Gábor volt perui nagykövet ügyében. Így ha az ellen Kaleta sem fellebbez, az ítélet egy év felfüggesztett börtönbüntetést, valamint 540 ezer forint pénzbüntetést jelent. A Híradónak nyilatkozó ügyvéd szerint logikus döntést hozott az ügyészség. Két évvel ezelőtti az a videó, amelyen egy kitüntetést vett át Kaleta Gábor perui nagykövet, miután egy protokoll látogatáson elősegítette egy magyarországi és egy perui egyetem együttműködését. Ezek a felvételek pedig július 1-én készültek a volt diplomatáról a bíróságon. Kaleta egy nemzetközi gyermekpornográfia hálózat felszámolásakor került a hatóságok látókörébe, miután 19 ezer gyermekpornográf fotót találtak a hivatali laptopján. Ez ellen felvételek egy részén szexuális erőszakláthatók, nagyobb részén pedig mesztelen gyermekek. A bíróság egy év felfüggesztett börtönbüntetést, valamint 540 ezer forintos pénzbüntetést szabott ki rá. Az ítélet kihirdetésekor az ügyészség 3 nap gondolkodási időt kért, amely most hétfőn járt le. Úgy döntöttek, elfogadják a bíróság döntését. Híradónk megkeresésére azt írták, az elsőfokú bíróság ítélete lényegileg megfelel a fővárosi főügyészség illetékességi területén eljáró bírságok büntetési gyakorlatának, a bírósági előkészítülésen történt vádlotti beismerést és az okirattal igazolt önkéntes orvosi kezelését, mint enyhítő körülményt vették figyelembe. Az ügyészség döntése olyan szempontból logikus döntés volt, hogy a másodfokú bíróság sem térhetett volna igazából el nagy mértékben az elsőfokú bíróság döntésétől, tehát legfeljebb a próbaidő tartamát hosszabbíthatta volna meg 2,5 évről 3 évre. Az ítélet csak akkor lesz jogerős, ha az ellen Kaleta Gábor sem fellebbez. Ügyvédjét hiába kerestük, nem akart nyilatkozni. A Jobbik országgyűlési képviselője a Start című műsorunkban beszélt arról, Kaleta Gábor nagykövetként úgynevezett C-típusú átvilágításon esett át. A magyar parlamentben ugye csak akkor van szükség hasonló mély átvilágításra, hogyha bizonyos típusú bizottságokba ül be az ember, vagy nemzetbiztonsági kérdések közé keveredik. Itt viszont egyértelműen és folytatólagosan átcsúszott valaki egy olyan szűrőn, amelynek feltételezhető módon sokkal alaposabbnak kellett volna lennie. Z. Kárpát Dániel elmondta, nem tartja kizártnak, hogy a büntető törvénykönyv és az átvilágítási folyamattal kapcsolatban és valamilyen törvénymódosítást kezdeményezzen pártja. Mostanra már több mint 80-an jelentették be a felmondásukat az Index dolgozói közül. A HVG úgy tudja, gyakorlatilag mindenki felmond a szerkesztőségben, kivéve azokat, akik betegek vagy külföldön vannak. Az egyik főszerkesztő helyettes Híradónknak úgy nyilatkozott, sokan vannak, a távozás oka pedig sokféle lehet mindenkinél, de ő azért állt fel, mert nem látja biztosítottnak a szabad és független szakmai újságírás feltételeit. Bodolai László irodája felé mentek az Index dolgozói. A felmondási papírjukat szerették volna átadni az Index.hu ZRT igazgatósága elnökének, ám ő nem volt az irodájában. Nem találtuk őt bent az irodájában, bár azt ígérte, hogy 12-től bent lesz, ezért mi a lapvezetés tagjai, Tóczanesi Attila vezetőszerkesztő, Hász János főszerkesztő helyettes, és én, mi vagyunk a lapvezetés maradékjai. Mi telefonon fölhívtuk őt, és telefonon jeleztük azt, hogy kezdeményezzük a végét annak, hogy az Indexben mi már nem szeretnénk tovább dolgozni. Ezt követően a 90 fő szerkesztőségből több mint 80-an ugyanezt tették, szintén felmondtak. A HVG információi szerint csak azok nem adták még be a felmondásukat, akik valami miatt, például mert külföldi szabadságon vannak, jelenleg nem tartózkodtak a szerkesztőségben. Bodolai László azt mondta nekünk, hogy hétfőn délelőtt személyesen tudunk vele találkozni, és mi ott leszünk abban az időpontban, amit nem beszéltünk vele. Munk Veronika Híradónak a felmondások okairól azt mondta, a miért az nagyon sokféle lehet, hiszen nagyon sok emberről van szó, eltérő élethelyzetekkel és motivációkkal. Én 18 éve vagyok ennél az újságnál, én úgy ítéltem meg, hogy Dúl Szabolcs főszerkesztő kirúgása egy olyan határ átlépés volt, és az elmúlt hetek történései, aminek a közepében voltam, és részt vettem az egyeztetéseken. Ezek alapján én úgy érzem, hogy átkerültünk egy vonal túlsó oldalára, ahonnan én nem látom biztosítottnak a szabad és független szakmai újságírás megvalósulását a saját esetemben.
Csütörtökön Bodolai László, Szombati Pál az új vezérigazgató és Stankóci András igazgatósági tag próbálta megnyugtatni az Index dolgozóit és biztosítani őket arról, hogy az Index függetlenül tud működni a továbbiakban. Törekvésük nem járt sikerre, a szerkesztőség azt akarta, hogy mindenképpen helyezzék vissza Dúl Szabolcsot. Bodolai viszont ezt határozottan elutasította, és a 444.hu beszámolója szerint azt mondta, ha ilyen irányba halad a megbeszélés, akkor ő feláll, ami egyet jelent a lap végével. Erre a Politika rovat újságírója úgy reagált, hogy ja, ha van ilyen lehetőség, az nekik megfelel, csak adja ezt írásba. Dúl Szabolcs Facebookon reagált az eseményekre. Azt írta, szívszorító és felemelő látni ezt a tartást, amely az ország legnagyobb és legnagyszerűbb szerkesztőségében van. A mi történetünk itt ezzel véget ér, de hiszem, hogy az itt látott egységnek, szakmai és emberi példamutatásnak helye van a magyar médiában. Közeledik a koronavírus járvány második hulláma itthon, ezt állítja a járványügyi szakember. Újfehértón már a polgármester is karanténba került, Pécset pedig egy egész vízilabda csapatot teszteltek, amíg nincs meg az eredmény, otthon kell maradniuk. Pápa a koronavírus fertőzés egyik gócpontja lett, itt már 43 fertőzöttet azonosítottak, majdnem 200 ember pedig karanténban van. Senki nem mondott semmit, csak nem tudjuk. Én nem tudom. Panaszkodik ez az újfehértói asszony, semmiről nem tudnak semmit, ki, hányan és hol fertőződtek meg. Szerinte alig tájékoztatják őket. Sokan arról sem tudtak, hogy a település első embere karanténban van. A polgármester saját Facebook oldalán jelentette be, hogy karanténba vonul, mivel olyan emberrel érintkezett, akinek pozitív lett a tesztje. Akkor valószínű, hogy vagy olyan... fórumon vagy valahol rendezvényen kellett neki részt venni, vagy olyannal találkozott, aki olyan országba járt, hogy elhozta. A polgármester házának ajtaján már kint volt a piros matrica, ami azt jelenti, hogy lakója egészségügyi karantén alatt van. 2 hétig nem mehet el otthonról. Kerestük a polgármestert, de nem akart nyilatkozni. Egész nap üres volt a pécsi úszoda, nem edzettek a vízilabdások. Az egész PVSK vízilabda szakosztályt tesztelni kellett, mert a csapat részt vett azon a magyar bajnokságon Budapesten, ahol a Fradi játékosai közül 4 vízilabdázónak pozitív lett a Covid-tesztje. Hogy akkor nem maradt Budapesten a csapat, hanem együtt tegnap ők visszaérkeztek az esti órákban, késő esti órákban, és köszönhetően a Pécsi Tudományi Egyetemnek már tegnap este szűrésen esett keresztül nem csak a csapat, hanem a szakmai stáb is, illetve azok az utánpótlási játékosok is, akik a felnőtt csapat kerettagjai. A Pécsi Egyetem rektora szerint, amiben tudnak, segítenek a vízilabdázóknak. Hát abban tudunk segíteni, amit mondtál, hogy a megfelelő teszteléseket elvégezzük, és igazoljuk azt, hogy ők valóban PCR negatívok, tehát nem fertőzöttek a koronavírussal. A járványügyi szakember szerint valóban úgy néz ki, hogy küszöbön a második hullám, legalábbis a fertőzöttségi adatokból erre lehet következtetni. Jából ugyanott tartunk, mint amikor az első hullám idejében a kijárási korlátozásokat bevezették. Március 28-án ugye 43 új esetet regisztráltak, most néhány napja pont 43 új eset. Úgyhogy a járvány görbe most jól láthatóan megint fölfele kanyarodott. A szakemberek még mindig azt javasolják, tartsuk be a járványügyi szabályokat, hordjunk maszkot zárt térben, mossunk kezet és fertőtlenítsünk gyakran. Hatósági házi karanténba került Gulyás Gergely, miniszterelnökséget vezető miniszter, valamint Orbán Balázs, a miniszter helyettese is. Mindketten azon a rendezvényen vettek részt, ahol Hollik István, a Fidesz kommunikációs igazgatója is jelen volt. Róla közben kiderült, hogy elkapta a koronavírust. Karanténba vonult Varga Judit igazságügyi miniszter is. Az elmúlt napon 91 új fertőzöttet regisztráltak, utoljára 4 hónapja volt ilyen magas a napi esetszám. Védőruhába öltözött egészségügyi személyzet fogadja a külföldről érkező koronavírusos betegeket. Egyelőre csak gyakorlatról van szó, a különleges egység bevetésére viszont nem sokára a valóságban is szükség lehet. Az elmúlt 24 órában 91 embernél mutatták ki a vírust. Magyarországon utoljára április végén volt ilyen magas a napi esetszám. Pozitív lett a tesztje a Fidesz kommunikációs igazgatójának, Hollik Istvánnak is. A politikus erről maga számolt be. Azt írta, egy magárendezvényen vett részt a hétvégén, utána kezdte rosszul érezni magát. A kerti partin ott volt Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter és Orbán Balázs miniszter helyettes, ezért mindketten hatósági karanténban vannak.
Varga Judit igazságügyi miniszter közösségi oldalán jelentette be, hogy hétfőn egy fertőzött személlyel került kapcsolatba, így ő is otthonról folytatja a munkát. Mindhárom politikus első vírustesztje negatív lett. A júniusban megalakult járványügyi bevetési egység is arra figyelmeztetett, hogy a veszély nem múlt el, ezért fontos felkészülni a tömeges megbetegedésekre egy azonnal reagálni képes csoporttal. A szervezet feladata a fertőzési gócok lokalizálásán kívül a rendőrség, a mentőszolgálat, a katasztrófavédelem és a honvédség munkájának összehangolása. Ha kell, akkor többen is meg tud jelenni ez az egység, párhuzamosan is tud dolgozni. Emellett én nem számítok arra, hogy Magyarországon olyan helyzet alakuljon ki a közeljövőben, hogy egyszerre 3-4 helyen kelljen ennek a járványügyi bevetési egységnek megjelenni. Az egység akár intézményekre vonatkozóan is rendelhet el látogatási tilalmat, de arra nem lesz felhatalmazása, hogy tömegesen helyezzen karanténba embereket. Az Észak-Közép-Budai Centrum új Szent János Kórház főigazgatója szerint, bár nő a fertőzés szám, fontos, hogy az elhalálozás még nem közelít az áprilisi adatokhoz. Egészen biztos vagyok benne, hogy szükség lesz az egység munkájára. A környező államok esetszámait figyelve biztos vagyok benne, hogy hasonlóra nálunk is sor fog kerülni. A kormány pénteken tárgyalja a további szükséges járványügyi intézkedéseket. Gulyás Gergely viszont csak akkor vehet részt a kormányülésen, amennyiben a pénteki második koronavírus tesztje is negatív lesz. Lemondott a Színház és Filmművészeti Egyetem vezetése és a szenátusa is. Ugyanakkor a hallgatókat, mint mondták, nem hagyják magukra, tehát tanítani ezután is fognak az intézményben. A döntés azután született meg, hogy az új kuratórium a szenátus minden jogkörét elvette. Novák Eszter lemondott oktatási rektor helyettes szerint alkotmányos panasszal fognak élni az egyetemi autonómia megsértése miatt. Este 7 órától pedig tüntetést szerveznek az egyetem hallgatói. Távozik posztjáról a rektori feladatokat ellátó rektor helyettes Novák Eszter oktatási rektor helyettes és Németh Gábor rektori tanácsadó leköszön a Színház Művészeti és a Film és Média Intézet vezetője Bagosi László, illetve Balázs Gábor. De lemondott az egyetem szenátusa is. Azután döntöttek így, hogy pénteken kiderült, Vinyánszky Attila kuratóriumi elnök már aláírta az alapítványi fenntartásba kerülő egyetem új alapdokumentumait, amelyel a szenátus szerint az autonómia minden lényeges elemét felszámolták. A közönség állva tapsolta meg a döntést. Upor László híradónak elmondta, nem csak ezután, hanem már hónapok óta nehéz bemenni az egyetemre. Nagyon vicces a történet, ugyanis attól, hogy lemondok a mostani pozíciómról, attól az én rektorjelölti státuszom nem változott, tehát még mindig folyamatban van egy rektorválasztási procedúra, ami soha nem zárult le. És hogyha úgy döntenének, hogy ön legyen a rektor, akkor mit mondana? Egyetlen egy feltétel, szinte elképzelhetetlen, hogy teljesül, egyetlen egy feltétellel jöhet ez egyáltalán szóba, hogyha mindazokat az autonómia garanciákat, amelyeket most lesöpörnek, és megerősítették egy mai levélben, hogy lesöpörve akarják tartani, mégiscsak érvényesítenék. Novák Eszter szerint nagyon sok hiba volt az egész történetben. Úgy véli, a legutolsó éppen az, amikor megjelent egy közleményben, hogy ki lesz az 5 kurátor. 3 szakmát képviselő értelmiségi ember, hogy az miért nem fordult hozzánk egy levéllel, ezt meg korábban is nagyon sokat meg lehetett volna tenni, de hogy miért nem mondta azt, hogy na, tisztelt egyetem, kineveztek bennünket kurátornak, mi hamarabb sürgetőnek tartunk egy párbeszédet. Lehet rosszul sikerült volna, de legalább valami lett volna. Az egyetem tanárai és a hallgatók alkotmányos panasszal élnek az egyetemi autonómia megsértése miatt. Kerestük az ügyben Vinyánszky Attilát, nem értük el, az Innovációs és Technológiai Minisztérium pedig azt írta meg keresésünkre, a fenntartóhoz mostanáig írásbeli lemondó nyilatkozat nem érkezett. Állik felfegyverkezve várjuk a koronavírus járvány második hullámát, ezt mondta Orbán Viktor miniszterelnök. A kormányfő az állami rádiónak nyilatkozva hangsúlyozta, a fiatalokon most sokkal nagyobb a felelősség, mint eddig, így őket a járványügyi szabályok fokozott betartására kéri. A miniszterelnök beszélt arról is, hogy ha egy iskolában erőteljessé válik a fertőzés mértéke, akkor az intézmény áttérhet a digitális oktatásra. A pedagógusok szakszervezetének elnöke szerint viszont nincs olyan egységes protokoll, amely leírná a pedagógusok számára, hogy mikor, hogyan járjanak el.
Maszkban érkezett meg a miniszterelnök az MTVA székházába szokásos péntek reggeli rádióinterjújára. Állig felfegyverkezve várjuk a vírus második hullámát. Azt mondta, kijelentését az eddigi sikeres védekezésre alapozza. Én a halálozások számát nézem elsősorban, tehát a védekezés sikerét Magyarország emberéletekben méri. És én azt látom, hogy ott az első csatát megnyertük. Hangsúlyoztam, most három fontos dolgot kell szem előtt tartani. Az idősek védelmét, az iskolák működtetését, illetve a gazdaság felpörgetését. Kiemelte, a nyáron sok fiatalt fertőzött meg a vírus, ezért az ő felelősségük most sokkal nagyobb, mint bármikor. Szülők és a nagyszülők élete most a gyerekek kezében is, elsősorban az ő kezükben. Úgyhogy nagyon kérem a fiatalokat, hogy azt a néhány szabályt, nincs sok, de azt a néhány szabályt, ami van, azokat legyenek kedvesek és tartsák be. Az iskolák lehetséges átállásával kapcsolatban Orbán Viktor azt mondta, protokoll kell és egyedi elbírálás. Adtunk jogköröket az iskola igazgatóknak, és a tanítás beszüntetésének a jogkörét pedig a központi szintre hoztuk vissza. Tehát minden egyes ügyet meg fogunk vizsgálni, és ha úgy látjuk, hogy egy iskolában már a fertőzés mértéke olyan erőteljes, hogy jobb inkább az bezárni, és ott átállni digitális oktatás, akkor ezt fogjuk tenni. A pedagógusok szakszervezetének elnöke szerint viszont a pedagógusok többsége jelenleg nem tudja, hogy mikor, mit kell tennie. Feltétlenül szükség van egy olyan egyértelmű protokollra, amely az intézményekben történő COVID megbetegedésekkel kapcsolatban pontról pontra leszabályozza, hogy mikor, mi történik. Teljesen egyértelmű, hogy operatív törzs rendelheti el a digitális munkarendet egy karantén időszakában, de az oktatási hivatal rendkívüli szünetet is elrendelhet. Jelenleg már 4 iskolában el is rendelték. Ez általában 2-3 nap, utána a tesztek alapján már lehet látni a tényleges helyzetet, nyilatkozta a Klebersberg központ elnöke a növekedés.hu-nak. A határzár újbóli bevezetésével kapcsolatban a miniszterelnök úgy fogalmazott, a vírus magyarországi terjedését és az utánpótlási útvonalakat el kell zárni. Vannak kivételek természetesen egyébként, mert élni meg kell. Tehát tranzitforgalom működik. Kis határátkelés, aki átjár dolgozni, az továbbra is működhet. Aztán az üzleti ügyekben jövők működnek. Sport, kultúr, diplomáciai kapcsolatok, eseményekre, kellő biztonsági intézkedések mellett azért át lehet lépni. Hozzátettem, a szabályokat a jövőben finomítani fogják, úgy, hogy a szükséges korlátozások mellett a lehető legnagyobb szabadságuk meglegyen az embereknek. Mind a beteg, mind az orvos egyéves börtönbüntetést kaphat, ha hálapénzt ad vagy fogad el. Ez derül ki abból a törvényjavaslatból, amelyet a kormány ma nyújtott be a parlamentnek. Közben 905 fővel emelkedett az elmúlt 24 órában az új fertőzöttek száma itthon. 11 ember meghalt. Ez az a pillanat, amikor az orvosok bérében egy áttörő erejű javulást kell elérnünk. Az erre vonatkozó törvényjavaslatot a Magyar Orvosi Kamara ajánlásai alapján a kormány benyújtotta a parlamentnek. A bértábla szerint az orvosok bére 3 év alatt emelkedik. Ez szerint egy rezidens jövőre 480 ezret keres, ez 2023-ra 680 ezerre emelkedik. Az az orvos, aki több mint 41 éve praktizál, jövőre 1,6 milliót, 4 év múlva pedig több mint 2 millió forintot kaphat. Ismét csak elsősorban ígéretet kapnak az orvosok. A demokratikus koalíció egyetért ugyan a béremeléssel, de kifogásolják a törvényjavaslat bizonyos részeit. Úgy vélik, ez a tervezet szűkkeblű és lassan megvalósuló. Éppen ezért 5 módosító indítványt nyújt be a törvényjavaslathoz. Azt javasoljuk, hogy ez a béremelés 100%-os legyen, azt javasoljuk, hogy egy lépésben történjen és nem évekre széthúzva, azt javasoljuk, hogy ez július 1-re visszamenőleg történjen meg. Azt javasoljuk, hogy terjedjen ki minden egészségügyi dolgozóra, beleértve a szakápolókat, az ápolókat, a többi egészségügyben dolgozót, és beleértve a házi orvosokat is. És végül 5. pontban azt javasoljuk, hogy hasonló béremelésre kerüljön sor a szociális szférában is. A Fidesz közleményben reagált. Azt írták, a baloldal egyszer már tönkretette az egészségügyet. Alacsony bérekért dolgoztatták a dolgozókat, elüldöztek több ezer orvost és ápolót, bevezették a napi díjat és a vízi díjat. Most sem támogatják a védekezést. A javaslatból az is kiderül, hogy mind a betegnek, mind az orvosnak akár egy éves börtönbüntetés jár, ha hálapénzt ad vagy fogad el. Ajándék azonban néha elfogadható, ha nem túl drága. A béremelésről szóló törvényjavaslat emellett tiltja az orvosoknak a másodállású magánpraxist, illetve az állami infrastruktúra magáncélú használatát is.
A legfrissebb adatok szerint közben növekszik a járványkórházakban ápoltak száma, folyamatosan irányítják át ezekbe az intézményekbe az orvosokat és nővéreket. A lélegeztetőgépeken túl a gyógyszerkészletek és minden technikai eszköz megvan ezeken a helyeken, viszont nyilvánvalóan a beteg számtól függően személyzetet kell rendelnünk az ellátáshoz. Ez is tervszerűen zajlik. A koronavírusos megbetegedés miatt 21 óvodában és 5 iskolában rendkívüli szünet, 64 osztályban és 4 teljes iskolában digitális oktatás van. Müller Cecília arról is beszélt, nem veszélyes, ha valaki beadatja magának az influenza elleni védőoltást, akkor sem, ha koronavírus fertőzött. Sőt, ezzel orvos a munkáját is segíti. Jogellenesnek ítélte a bíróság a Színház és Filmművészeti Egyetem dolgozói által indított sztrájkot, áll az egyetem vezetésének közleményében. A hallgatók erre úgy reagáltak, ők semmilyen hivatalos értesítést nem kaptak, tehát a határozat nem lehet jogerős, mivel szerintük a sztrájkbizottságnak 5 napja van fellebbezni. A sztrájkbizottság korábban 8 pontos követelést fogalmazott meg, ennek 2 pontját az SFE vezetése teljesítette, áll az új vezetés közleményében. A bíróság a 2 pont esetében megállapította, hogy a sztrájkot azelőtt kezdték meg a munkavállalók, hogy a törvényes határidő a sztrájk megkezdését kötelezően megelőző egyeztetésre lejárt volna. A vezetőség azt kéri a sztrájkban résztvevőktől, hogy az egyetem vezetésének irányítása mellett folytassák a munkájukat. Mi a sajtóból értesültünk erről a határozatról. Én még mindig nem tudom, hogy a sztrájkbizottság kapott-e már értesítést erről, de mi hallgatók biztosan a sajtóból értesültünk róla. Amennyiben ez valóságon alapul, úgy ez a határozat még nem lehet jogerős, és a sztrájkbizottságnak úgy tudjuk, hogy 5 napja van fellebbezni. Hegedű Zsuzsa szociológus, aki Orbán Viktor egyik főtanácsadója, ugyanakkor a 444-nek nyilatkozva kiállt a diákok mellett. Úgy fogalmazott, az SFE autonómia iránti követelése az akadémiai intézetek autonómiájához hasonlóan nem egyszerűen létkérdés, hanem a legfontosabb feltétele annak, hogy az adott ország ne szóruljon a tudás alapú globális világrendszer perifériájára. Hozzátette, a probléma abból adódik, hogy a kormány képviseletében még senki sem vállalta, hogy leül velük tárgyalni. A Színház és Filmművészeti Egyetem hallgatói október 14-én jelentették be, hogy 23-án tüntetni fognak. Induljunk el 16 órakor a Műegyetem rakpartról, onnan, ahonnan 1956. október 23-án az egyetemisták megmozdultak azért, amiben hittek. Kiálltak az egyén és a közösség szabadságáért. A menet a Műegyetem rakpartról a Szabadság hídon át a március 15-e térre megy, majd onnan az Urániához, ahol 6 órakor kezdődik a megemlékezés. A műsor része lesz például, hogy 100 színésznő kiáll és elénekli Selmeci György Vörös Sándor a Célról című verséből írt kórusművét. A színművészet is hallgatók és támogatóik demonstrációja tehát már javában tart Budapesten a belvárosban, a menettel tart munkatársunk Gulyás Eszter. Szervusz Eszter, merre jártok most? Mi történt eddig a tüntetésen? A fiúvállalói jelenet. Szia, Anna, köszöntöm a kedves nézőket. Nagyjából 4:45-kor ideértünk az Urániához, és egy kicsit később ért ide a tömegvége, illetve hát ide sem ért, ugyanis ha jól láttam, akkor a tömegvége az Asztóriánál van. Ott már közlekednek a villamosok, nem tudom, hogy azután van-e valami vagy valaki. Itt a színművészet is először egy kórus, illetve hát egy zenekar játszott, akik videón voltak ide kivetítve, de egyébként a színművészeti Rákóczi úti épületében játszottak, Beethoven. Aztán pedig az egyik színművészet is rendező, 5 éves hallgató mondta el beszédét. Arról beszélt, hogy úgy tudja, hogy a miniszterelnök nincs ott, itt, de mégis neki üzent arról, hogy a demokráciát tanulják, és hogy például az egyetemen, amikor fórumokat tartanak, akkor ők kézjeleket használnak arra, hogy mi tetszik és mi nem tetszik nekik. És hogy most úgy látja, hogy itt, akik itt vannak a téren, nekik nagyon sok minden nem tetszik, és hogy nyakig ülünk a bajban, abban a bajban, amit egyébként a kormány okozott. És hogy ezt meg kellene oldani, és hogyha a miniszterelnök szereti a népét, illetve szolgálni kívánja, akkor hallgasson és hallgassa meg a szakembereket, akik tudnak ebben neki segíteni. Most egyébként a színpadon a színművészetisek műsorra megy, előtte pedig a titkos egyetem képviselői beszéltek arról, hogy ami a színművészeti egyetemen történt, az bármelyik másik egyetemmel is vagy már megtörtént, vagy majd meg fog történni. Tehát ezért gyűltek itt össze, hogy ezt talán meg tudják akadályozni. Most visszaadom a szót a stúdiónak, és majd jelentkezünk még, hogyha itt tartnak az események. Egyébként 7 óráig volt kiírva, de hát most még javában
tartanak a felszólalások. Gulyás Eszternek köszönjük szépen. Csak nem 4000-rel nőtt a fertőzöttek száma egy nap alatt, és elhunyt 84 beteg. Ugyanakkor már belátható távolságon belül van a vakcina. Erről beszélt Orbán Viktor mai Facebook videójában. Ha megérkezik az oltás, ingyenes és önkéntes lesz. Ezt már Müller Cecília jelentette be. A szülők viszont egy felmérés szerint elégedetlenek az iskolákat érintő járványügyi intézkedésekkel. A szaktárca azt válaszolta a híradónak, hogy a járványügyi szabályok működnek, az iskolák nem fertőzési gócpontok. A végső megoldás, a vakcina, az belátható közelségben, belátható távolságban van. A miniszterelnök arról beszélt az Egészségügyi Tudományos Tanács elnökségével folytatott ülés előtt, hogy a vakcina beszerzési lehetőségeiről a külügyminiszter, bár karanténban van, folyamatosan tárgyal. Ennek a beadatása önkéntes lesz és térítésmentes. Az országos tisztifőorvos hozzátette, első körben az egészségügyi dolgozók, majd a krónikus idős betegek kaphatják meg a koronavírus elleni vakcinát. Vajon hányan áldozzuk még fel magunkat? Teszi fel a kérdést a pedagógusok szakszervezete legújabb videójában. Eddig 9 pedagógus hunyt el. Itt már emberéletekről van szó, gyermekekről, pedagógusokról, iskolai dolgozókról van szó. A pedagógusok demokratikus szakszervezete szerint az egyik legnagyobb baj, hogy nem tudni, melyik iskolában milyen arányban van jelen a vírus. Azt érezzük, hogy minden oktatási intézmény olyan veszélyhelyzetben van, hogy mindenhol azonnali online oktatást kellene elrendelni. Egy felmérés szerint noha a szülői társadalom megosztott, a távoktatás gyakoribb alkalmazását mégis 59%-uk szorgalmazná. Mi azt látjuk egyébként, hogyha azokat kérdezzük meg, akiknek nem jelent problémát munka szempontjából a távoktatás, azok első többségben azt mondják, hogy ezt gyakrabban kellene alkalmazni, tehát hiányoljuk azt, hogy a szülők nem kapnak részben anyagi, részben jogi segítséget ahhoz, hogy ha kell, akkor otthon maradhassanak. A szülői hang felmérése szerint 10 000 szülői visszajelzésből az látszik, hogy nem elégedettek a jelenlegi szabályokkal. 71%-uk szerint nincs tanórai távolságtartás és maszkviselés, 70%-uk kifogásolja a kontaktuskutatást, 59%-uk arra panaszkodik, hogy nem rendelik el a karantént fertőzés esetén. Többen nehezményezik, hogy nincs adat a fertőzöttségről. A DK a kormányt az intézményekben azonnali tesztelésre szólítja fel. Ezen túl pedig azonnal hagyjanak fel az észak-koreai járványkezelési modellel, hagyják abba a titkolózást, és tegyék lehetővé, hogy a szülők és a diákok minden iskolai fertőzésről értesüljenek. A szaktárca azt írta, az objektív tények a szülői hang ellenkezőjét bizonyítják. Az iskolák nem a fertőzés gócpontjai, a szigorú járványügyi szabályok működnek. A tankerületi központ gondoskodik a gyermekfelügyelet megszervezéséről, így a szülőknek nem kell otthon maradni a gyermekkel. Minden eddiginél szigorúbb intézkedéseket jelentett be Orbán Viktor. Este 8 és hajnali 5 óra között kijárási tilalom lesz az éttermeket, fitnesstermeket, fedett uszodákat, színházakat, múzeumokat zárva kell tartani, a sportmérkőzések zárt kapusak lesznek. Szabadtéren az egyéni sportolás megengedett, de az amatőr csapatsport tilos. A felsőoktatás csak online formában működhet, és a kollégiumokat is be kell zárni. 8. osztály fölött digitális oktatás lesz, viszont a bölcsödék, óvodák és általános iskolák a 14 év alattiak számára nyitva maradnak. Ha ilyen ütemben nő a fertőzöttek száma, akkor az orvosaink és az ápolónőink, vagyis a kórházaink nem tudnak megbirkózni a rájuk nehezedő teherrel. A miniszterelnök szerint a maszk viselése önmagában már nem lassítja eléggé a járványt, ezért újabb korlátozó intézkedések kellenek. Mint mondta, ha az országgyűlés megadja a felhatalmazást, akkor kedd éjféltől Ausztriához hasonló intézkedéseket vezetnek be. Este 8 óra és hajnal 5 óra között kijárási tilalom lesz. 8 órára mindenkinek haza kell érnie, felmentés csak a munkába, és a munkából hazajárás, illetve rendkívüli esetekben lehetséges. Minden gyülekezés tilos.
Az éttermek bezárnak, csak a házhoz szállítás lehetséges, az üzemi étkezdék nyitva tarthatnak. Az üzletek, kisipari szolgáltatások este 7-kor bezárnak. A szállodák csak üzleti célból érkezett vendégeket fogadhatnak. Rendezvénytilalom lép életbe, családi összejöveteleken és magárendezvényeken 10-en vehetnek részt. Esküvő csak lakodalom nélkül lehet, azon csak a tanúk, a szülők, a testvérek vehetnek részt. A temetéseken maximum 50 fő lehet. A sportmérkőzéseket zárt kapuk mögött lehet megrendezni. Szabad téren az egyéni sportolás megengedett, de az amatőr csapatsport tilos. A szabadidős létesítményeket, fitnessterem, fedett uszoda, múzeumok, színházak, állatkertek zárva kell tartani. A felsőoktatás online megy tovább, az egyetemi és főiskolai kollégiumokat be kell zárni. Középiskolákban digitális oktatás lesz, de a bölcsödék, óvodák és általános iskolák nyitva maradnak. A kórházi dolgozókat, az iskolai tanárokat és az óvónőket és a bölcsödei dolgozókat hetente célzottan tesztelni kell, akkor is, és ezt őszintén meg kell mondanom, ha tudjuk, hogy a gyors teszt csak 50-60%-os biztonságot ad. A kereskedelmi és iparkamara javaslatára a szállodáknál a zárás utáni első 30 napban a november 8-ig történt foglalások 80%-át az állam megtéríti. Ennek feltétele, hogy a munkavállalókat ne bocsássák el, azok megkapják a fizetésüket. Az éttermek és a szabadidős létesítmények a dolgozóik után erre a 30 napra nem kell, hogy járulékot fizessenek, és az állam a munkavállalók fizetésének felét megtéríti. Belga lapok szerint illegális orgián vett részt Szájer József fideszes EP képviselő. A belga sajtó délelőtt számolt be arról, hogy pénteken rendőrök egy olyan orgiát oszlattak fel, amin diplomaták mellett egy most lemondott magyar-európai parlamenti politikus is jelen volt. Szájer József a délután folyamán elismerte, hogy jelen volt, idézem, a házi bulin. Azt azonban tagadta, hogy kábítószert fogyasztott volna. Közleményében megkövette a családját és a választóit a botlásáért. Adásunk előtt röviddel megjelent a belga ügyészség közleménye, amely szerint Szájer táskájában drogot találtak. Tavaly nyáron a keresztény értékek elleni támadásról beszélt, ma kiderült. Pénteken egy orgián vett részt Szájer József fideszes Európa parlamenti képviselő. A belga sajtó robbantotta a bombát, miszerint belga rendőrök egy titkos szexpartit oszlattak föl, ahol diplomaták mellett egy európai parlamenti képviselő is részt vett. A belga lapok eleinte csak úgy fogalmaztak, egy nemrég lemondott magyar képviselő is ott tartózkodott az orgián. Ez a leírás leginkább Szájer Józsefre illett. Az orgiát felderítő belga újságok értesülései szerint a rendőrség kábítószert is talált a helyszínen. Információik alapján 25-en vehettek részt a bulin, főként férfiak. A belga sajtó úgy tudja, a rendőrség kiérkezte után a magyar képviselő az Ereszen keresztül próbált menekülni. Szájer József délután közleményt adott ki. Ebben úgy fogalmaz, a belga sajtóban ma megjelent egy újsághír egy pénteki brüsszeli házi buliról, amelyen jelen voltam. Szájer kitér az orgián talált drogokra is. Kábítószert nem fogyasztottam, a rendőrségnek helyben felajánlottam, hogy készüljön hivatalos teszt, de ezt nem tették. A rendőrség szerint ecstasy tablettát találtak. Ez nem az enyém, arról, hogy ki és miképp helyezte el, nincs tudomásom. Szájer József a megjelenése után 3/4 órával levette a közleményt a honlapról, majd egy angol nyelvű közleményben bővebben fogalmazott. Itt már bocsánatot kért családjától, kollégáitól és a szavazóitól. Személyes botlásnak nevezte tettét. Szájer József 1983-ban kötött házasságot Handó Tündével, aki jelenleg az Alkotmánybíróság bírája. A botrány kapcsán az ATV híradója megkereste az Európai Néppártot és a Fidesz egyik LP képviselőjét, de adásonkig nem érkezett válasz. A demokratikus koalíció a kormány és Orbán Viktor miniszterelnök válaszát várja az eset kapcsán. Borkai Zsolt után Szájer József is megmutatta, hogy milyen a Fidesz szerint egy keresztény konzervatív férj és családapa. Mivel ő már elismerte, hogy részt vett ezen az illegális drogos szexorgián, ezért várjuk Orbán Viktor és a Fidesz magyarázatát. A Momentumos Berg Dániel a kormánypárt álszentségéről beszélt. A Fidesz képviselője, a pártnak a képviselője, akik mindig a család szentségéről, a keresztény értékekről papolnak, bebizonyította, hogy igazából bort isznak és vizet prédikálnak. Ez igazából két szó jut az eszembe, az álszentség és a képmutatás. Itt lenne az ideje szintvalni a Fidesznek is, hogy hány borkai, hány kaletta, és most már ugye
Szájer József nevét is hozzáadhatjuk a mintapolgárok listájában. Szájer József ott volt a Fidesz 1988-as alapításánál. 2004-től egészen péntekig az Európai Parlament képviselője volt. Orbán Viktor mellett ült a Szabad Országgyűlés 1990-es megalakulásánál, és 2010-ben az új alaptörvény egyik írója volt. Bő egy éven belül ez a második fideszes szexbotrány. Tavaly októberben az Ördög ügyvédje nevű blog Borka és Zsolt horvátországi orgiáját leplezte le. A közvetlenül az önkormányzati választások előtt kirobbant botrányba Borkai végül belebukott. A Fidesz szombaton a Facebookon azzal köszönte meg Szájer Európa Parlamenti munkáját, hogy döntő szerepe volt abban, hogy a magyar polgári konzervativizmus és keresztény demokrácia elfoglalhassa az őt megillető helyét az európai politikai szintéren. Magyarország és Lengyelország kompromisszumot kötött az unió soros elnökségét betöltő Németországgal a vétó visszavonásáról. Erről a Bloomberg számolt be. A megegyezés értelmében jogállamisághoz kötik ugyanaz uniós pénzek kifizetését, de ezt addig nem alkalmazzák, amíg az Európai Bíróság nem dönt arról, hogy ez összeegyeztethető az uniós joggal. Orbán Viktor, ahogy fogalmazott, a partra szállás reményével indult Brüsszelbe, az ellenzék viszont a miniszterelnök hatalmas vereségéről beszél. Néhány héten belül már harmadszor egyeztetett Orbán Viktor a lengyel kormányfővel arról, hogy a két ország vétózzon-e Brüsszelben, mert szerintük a jogállamiságnak semmi köze nincs a pénzügyi kérdésekhez. Orbán Viktor optimista volt a tárgyalások után. We Polish and Hungarians on one side. Mi lengyelek és magyarok az egyik oldalon, a német elnökség és más miniszterelnökök a másik oldalon. Most közelebb állunk egymáshoz, mint néhány héttel vagy nappal ezelőtt, fogalmazott a miniszterelnök. Először a Bloomberg, majd egyre több lap írta meg napközben a lengyel miniszterelnök helyettese hivatkozva, hogy Magyarország és Lengyelország kompromisszumot kötött az uniós büdzsé vétójának visszavonásáról. Sajtóhírek szerint a két ország azért engedett, mert a jogállamisági mechanizmusról szóló jogszabályt ellátják majd egy záradékkal. Így csak akkor alkalmazhatók a szankciók, ha nem használják önkényesen politikai célokra. Ráadásul a jogállamisági feltételrendszer alkalmazását felfüggesztik addig, amíg az Európai Bíróság meg nem állapítja, hogy az összeegyeztethető-e az uniós joggal. Ez akár két éves bírósági eljárást is jelenthet, így az ítélet a 2022-es magyarországi választások után születhet meg. A Euronews brüsszeli tudósítója szerint egy tipikus uniós döntés született, amiben minden résztvevő megőrizheti az arcát. Az Európai Parlament elmondhatja, hogy igen, van jogállamisági mechanizmus, és meg tudjuk védeni a demokráciát. A magyar és a lengyel kormány el tudja mondani otthon azt, hogy igen, megvédtük a saját érdekeinket, és kivettük ennek az eljárásnak a legfájdalmasabb részeit azzal, hogy egy elhúzódó eljárás lesz ez a jogállamisági megállapodás. Míg a kormány sikernek, az ellenzék Orbán Viktor eddigi legnagyobb brüsszeli vereségének tartja, hogy visszakoznia kellett a vétótól. A jogállami mechanizmus megmarad, azok a feltételek pedig, amelyekről ők beszélnek, mármint Orbánék, azok eddig is rendelkezésre álltak, tehát a semmiért cserébe Orbán elfogadta a vereséget, letette a fegyvert és elfogadta a jogállami mechanizmust Európában. A Momentum EP képviselője Facebook oldalán azt írta, a 27-ből 25 tagállam döntött úgy, hogy büntethetővé kell tenni az EU-s pénzek elsikkasztását. A vádlott csak annyit ért el, hogy rövid időre kitolja az ítélet végrehajtását, de megakadályozni azt nem tudja. Most indulok Brüsszelbe, ma este még háttértárgyalások, holnap reggel partra szállás. Ha megállapodás születik a kétnapos uniós csúcson, azt valamennyi tagállamnak és az Európai Parlamentnek is jóvá kell még hagynia.